ez, amivel most készültünk, ez az úgynevezett négy érzék színház. Ez nagyon röviden arról szól, hogy bekötik az embernek a szemét, tehát megszűnik az a fajta dolog, amivel a legtöbb dolgot érzékeljük, és maradnak a tapintások, a hangok, az illatok, és ezzel az egésszel próbáljuk bemutatni azt, hogy milyen az embernek az életének az élet folyamata. Igazából annyi, hogy végigvezetjük az életállomásokon, a születéstől, fiatalkor, munka, időskor, halál, és ez az egész folyamat van így különböző dolgokkal, így hangokkal, illatokkal szemléltetve az emberek számára. Örvend ez ifjú, míg fiatal vagy! Légy jókedvű ifjúságod idején, és én szíved vágya szerint, ahogy jónak látod! Te tudd meg, hogy Isten megítél téged! Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogat versik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalma bűnszűr. A bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Lányok, ti vezetitek végig a fiúkat ezen a láthatatlan színházon, de számotokra milyen érzés, akik látjátok az eseményeket, sőt részt is vesztek benne? Én személy szerint nagyon élvezem, mert amikor először bemenjük mögé, tehát a pavilon mögé értük, hogy oda vezessük őket a székekhez, hogy levegyék a cipőt, és elmondjuk nekik, hogy semmit nem kell végül is csinálniuk, hát először egy kicsit ilyen magabiztosak azért, hogy hát megérkeztünk, és akkor na most mi lesz, de azért kicsit bizonytalanok is, hogy nem tudják, hogy mi fog rájuk várni, főleg miután bekötjük a szemüket. Itt végig vezetjük őket. Hát itt már azért eléggé bizonytalanok, és látszik, hogy nem is tudják, merre vannak, de így próbálják követni a folyamatot, amit csinálunk velük. És hát az a legjobb az egészben, amikor kimegyünk, és teljesen máshogy néznek ki, és teljesen máshogy viselkednek, mint amikor behozzuk őket. Nekem is személy szerint nagy élmény, hiszen annyira érdekes megfigyelni, hogy mindenkinek teljesen más a reakciója. Tehát mondhatná az ember, hogy egy idő után biztos unalmas, de egyáltalán nem így van, mert mindenki különböző szituációkra teljesen máshogy reagál. Van, akit könnyebb vezetni, van, akit nehezebb, de mindenképpen egy pozitív élmény. Körülbástyázott engem méreggel és fáradtsággal. Vaksötétbe helyezett engem, mint a régen meghaltakat. Falat emelt körém, nem juthatok ki, súlyos bilincsbe fert. A segítségért kiálltok is. Elzárkózik imádságom elől. Már azt gondoltam, nem lehet reménykednem az Úrban. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr. Azért nincs még végünk. Mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Mert nem vet el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz. Mert nagyon szeret. Igazából az volt a benyomásom, hogy nem feltétlenül túl szép ez az élet mindig, sőt eléggé kihangsúlyozták, hogy milyen terhek, meg gondok, bánatok érhetnek ott minket. Viszont nagyon jó volt, hogy mellette mindig megjelent Istennek a kegyelmet. Tehát, hogy voltak a nehézségek, amiket így átéltettek velünk, de utána mindig jött a feloldás. Szóval mindenképpen megtapasztalhattuk ezt a kettőséget, hogy egyrészt nem könnyű az élet, és viszont Isten meg ott van mellettünk végig. Te alkottad veséimet. Te formáltál anyád ikében. Ti magatok is végigmentetek ezen. Nektek milyen élmény volt? Hát nekem is nagyon nagy élmény volt. Tehát minden állomását az életnek annyira jól illusztrálta, és tényleg teljesen át tudtam élni a dolgokat. Ami nekem nagyon ilyen meghatározó élmény volt, ez a halál élmény. Ott én eléggé féltem is. Amikor így végigvezetek, én próbáltam így hagyni magamat, és már így az elején így hatottak rám az érzékei, tehát az érzékeimre az események. És hát a végén nagyon jó érzés volt, és kicsit furcsa is, mert olyan dolgokat is tettek velem, ugye, amik még nem értek engem az életem során, és majd csak később remélhetőleg.
És hát azért szeretném, hogy azért kicsit hasonló életem legyen, más a befejezése ilyen legyen, mint ami ennek a színháznak a végén volt.